Válts ki klubkártyádat a Puskás Akadémia hazai mérkőzéseire ingyenesen a megszokott pénztári nyitvatartási időben. 7 nap, 7 kiemelt hír, tehát a Puskás Akadémia hírei következnek. Köszöntöm nézőinket! A Puskás Akadémia FC 1-1-es döntetlent játszott az Újpest FC otthonában az OTP Bank Liga 14. fordulójában. Értékes pontot szereztünk, hiszen a hazai csapat csupán egy vereséget szenvedett eddig az idei bajnokságban. Tekintsünk vissza a meccsre. Következik a két gól és az értékelés. Bravúrosnak értékelem a pontszerzést, hiszen az Újpest otthonában játszottunk. Különösen jó formában van most az aktuális ugye, ellenfelünk, utolsó ellenfelünk. És igaz, hogy vezetni tudtunk, de nagyon korán jött az egyenlítés. Gyakorlatilag ezt követően nagyon sokat tett az Újpest azért, hogy megszerezze a győzelmet, és minden energiánk arra kellett mozgósítani, hogy a vereséget elkerüljük. Nem voltunk elég hatékonyak labdabirtoklásban, ez felőrölt minket, létszámhátrányba kerültünk, ez szintén, és a meccs végén már csak ez lett a célunk, hogy megtartsuk a döntetlent. November 9-én óriási érdeklődéssel sikerült megrendeznünk őszi első kiválasztónkat. Szinte minden pályán megtelt a tehetséges fiatalokkal. A 2003-as korosztályból 98, míg a 2004-esből 73 gyerek jelent meg felcsúton, hogy bekerülhessenek akadémiánkra. És még a kicsik játszottak, a jó hangulatról és a programokról Buda Márton gondoskodott. És a Kritül már is mellettem egy izguló szülő Krisztina, és csókom. Jó napot kívánok! A gyerkőc milyen poszton játszik eddig, milyen posztokon volt bevethető, és egyáltalán honnan jöttek? Pásztorról jöttünk Nógrád megyéből, nagyon korán indultunk már 6 órakor, úgyhogy egy kicsit el is vagyunk fáradva már most. Középpályás poszton játszott eddig, illetve hátvéd. Hát itt nem tudom, hogy hova fogják beosztani, azt mondták, hogy egy ilyen forgórendszerben lesznek, tehát minden posztot ki kell próbálni. Jó hely az akadémia, legalábbis Vaszics Gugergő szerint. Mi rákérdeztünk, hogy miért. Mióta focizol itt nálunk? Ez lesz a 7. éve, amit itt töltöttem. Az jó sok idő. Van kedvenc élmény? Hát igazából nagyon sok élmény van. Ha most nem lenne elég az egész nap, hogy elmondjam az összes történetet. Kedvenc igazából nincs, nagyon sok jó dolog történt itt velem. A legjobb dolog az, hogy itt lehettem. Beköltözhettünk az akadémiába, mert ugye akkor épült, és az elsők között lehettem, akik beköltözhettek. Az is egy nagyon jó élmény volt. Ugye, hát és a Puskás és a Pancsó arénában focizhattam elsőként. Mi az, ami igazán megragad benned ítéted alatt? A fegyelmezettség. Nagyon sok fegyelmet tanultunk, amit valószínű, hogy otthon nem biztos, hogy megtanultunk volna, mert például voltak, hogy reggel 7-kor le kellett jönni közösen mindenkinek, és akkor az aulába jó reggeltet kellett kívánni, ami nem volt megszokott dolog számunkra, de meg kellett csinálni, és megcsináltuk. Zalánért küzdünk, kérlek segíts te is, címmel hirdettünk jótékonysági licitet, hogy a 2013. augusztusa óta rossz indulatú daganatos betegséggel küzdő kisfiún segíthessünk. Köszönjük, hogy rengeteg felajánlást kaptunk, akciónk sikeres volt. Szabó úr 50.000 forintot ajánlott fel a labdáért, még az akadémia vezetősége a mezre licitált szintén ekkora összeggel, valamint egy dedikált mezzel kíván segíteni Zalánon. A Liga Kupa csoportkörének 5. fordulójában 2-0-ás vereséget szenvedett a PAF Sziget-Szent Miklóson. A számunkra szokatlan műfűves talaj és az erősen vitatható játékvezetői ítélkezés is a házigazdákat segítette. Szombat este rendezték a Premontrei Szent Norbert gimnázium szalagavatóbáját. Ritka alkalom, amikor a focistáknak futballozáson kívül másra is kell használni a lábaikat, viszont most Csonka Bonifác, Mészáros Dávid és Gőbölös Norbert, 12 C-s tanulók bizony tenszipőt húztak. Akadémistáink a nemzeti porondon. Az azeriek elleni döntetlen követően november 12-én Szlovénia ellen 1-1-et játszott az U19-es válogatott a hazai rendezésű EB-selejtező tornán. A piros lap miatt eltított Zsoltél Donát helyére Sallai Roland került a kezdőcsapatba, míg Németh Erik fél óra játék lehetőséget kapott. A Puskás Akadémia híreit látták, viszontlátásra egy hét múlva.